szövegházszöveghelyzetgyakorlatunk következik, de most ma a helyi érdekű közönség lepte meg a színészeket, egy-két remek vendégszöveggel húzunk. Egy feleség rájön, hogy férje az adója 1%-át nem az állatmenhelynek adta, hanem a prostituáltak érdekvédelmi egyesületének. Ezt rólam írtál. Mi ez? Mi ez? Hova, hova fizeted az adó 1%-át? Úristen, hova fizettem be? Nézd oda! Nem mondta, hogy nem tudtál róla. Hát nem. Hát nyilván valami számot elnézhettem, mert ugye ide mi is van írva, nem is látom. Nem látom. Kutya fáj, hát nem tudom, nem látni. Mi? Hova fizettem be? Kurvákat fizetsz? Honnan ismered te őket? Honnan tudod, hogy ők vannak? Egyáltalán. Kik? Honnan? Kik? Én azt hittem, hogy más nőre rá se nézel. Ránézni nem nézek. Az az igazság, hogy itt valami fatális félreértés lehet. Úgy nézek ki, mint aki kurvázik. Kicsicsibe. Tudod, mennyire szeretlek? Mennyire? Nagyon. Akkor? Nagyon. Mit szok, minden reggel mit mondok neked? Hogy szeretlek? Nagyon. Lia. Na, mi van aranyapám? Nem tudsz aludni a stressztől. Nem. Évek óta nem tudok aludni a stressztől. Mert neked minden este, amikor azt mondom, hogy... Te mit mondasz? Azt mondod, fáj a fejed. Igen. Igen. Hát persze, hogy eljárok ide-oda. És hálás vagyok nekik. Mert sok-sok örömet szereznek. Hát jár nekik az a szaros 1%. Nem elég, hogy tudod, fizeted. Tudod, micsoda kemény munka ez? Hát veled biztos. A nyúlon túl. Mi van a nyúlon túl? Megkérdezed? Honnan a nyúlon túl. Honnan tudod, mi van a nyúlon túl? Nyúl Jenő, ugye? Ilyen ostoba névvel, ilyen kandurbandit, hogy lehetett összezenni? Nyúl Jenő, a kandurbandit. Tudja, tudom, hogy ő persze kielégít, igaz? Igen. Hát ott ültem szomorúan, mindig erre a nyúlra gondoltam meg rád, hogy a tégy másra. Lia! Holnap majd benézek anyádhoz. Anyámon keresztül akarsz hatni? A kedvedért még ezt is. Komolyan mondom, anyáddal még teát is iszom, meg... Miért ilyen nagy kihívás az neked? Miért? 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 Anyád mindig is féltékeny volt rám. A mai napig ő akarja pucolni a kis cipődet. Mikuláskor... Hadd pucolja! Anyukád elvett tőlem, és most is máshol keresed a boldogságot, mert ő az az asszony, aki azt mondja, hogy ne okoz nekem örömet. Hát, ha ezt ebénám olvasnék? Ja, igen, hát. Hát Csubakka sem a szociális képességeivel épített karriert. Na, ebben egyetértünk. Ebben egyetértünk, legalább valamiben egyetértünk. Jó. Hogy hozhattad ide anyámat? Hogy keverhetted bele anyámat a mi kettőnk? Ha anyád nem lenne, én nem nyúlnék a nyúlhoz. Ha anyám lenne, én se lennék, ha nem lenne. Kezdjük előről. Én... az 1%-ot átutalom Nyúl Bélának. Hogy? Ő meg békén hagy téged, te meg nem hagysz békén engem. Kezdjük nulláról. Lia! Kezdjük.
Hasonlít ez egy vakondra. Na végre. Igen. Ezt vártam, ezt a mondatot, ezt mondtad mindig. Mindig is az állatokhoz vonzott. 20 évesek voltunk, és azt mondtad, te kis fekete vakond, te, hogy kibújtam, kis buksimat, emlékszel? Jaj. Ismerem, hogy kinyomtam a paplanon, kis buksimat. Jártunk ilyet, jó kicsim. Nem véletlenül akarom az állat mennek adni az adom 1%-át, nyúl után egy vakond. Rudi! Ilyen állat már pedig nincs.